Az idei rendezvény díszvendége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A civilségről szólva azt mondta, 32 évvel ezelőtt a rendszerváltás idején Magyarország a demokratikus utat választotta, amihez szorosan hozzátartoznak a civilek is, akik tevékenységükkel számos olyan űrt töltenek be, melyet az államgépezet nem képes ellátni. Az állam nem kíván és nem is tud minden feladatot ellátni, ezért a civil szféra segítségére van szükség, az összefogásra van szükség ahhoz, hogy a kultúrában, oktatásban, sportban, hagyományőrzésben, szociálpolitikában, egészségügyben azokat az űröket, amiket esetlegesen az állam, az önkormányzatok nem tudnak betölteni, azt a civil szervezetek közösen töltsék be. A civil szervezetekben olyan emberek működnek közös célokért együtt, amelyeket ők önkéntesen választottak meg, nem felülről jött utasításokat hajtanak végre, hanem önként vállalták ezt a feladatot, és ezért nekünk mindenképpen ezt meg kell köszönnünk, el kell ismernünk, illetve valamilyen módon támogatnunk kell. A támogatás nem elsősorban pénzt jelent, néha azért anyagi forrást is, de jelent egy jó szót, jelent egy segítő jó szándékot, jelenti azt, hogy az önkormányzatok, illetve az állami szféra, maga a kormány is ezeket a szervezeteket évről évre elismeri. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, megszámlálhatatlan értéke van Tolna megyének, melyek a civilek munkájának köszönhetően működik. A karitatív tevékenységtől a kulturális értékek megőrzéséig széles a paletta. Amikor beszélgetünk velük, akkor általában mindig szó kerül arról, hogy hogyan tudunk együttműködni. Az együttműködéshez nyilván alapvetően szándék és szellemi erő kell, másodszorban pedig azért finanszírozás lenne az, ami jó lenne. Nyilván nem nagy összegekről beszélek, hanem arról, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy valami központi lehetőséget nyújtani ezekhez a programokhoz, mert nagyon-nagyon sok érték van, amit jelképesen természetesen, és nem a honorárium jelleggel, hanem a megtisztelő jelleggel kellene adnunk, azért, hogy érezzék, hogy nagyon fontosak ők számunkra, és a megye számára is. Az idei esztendőben díjat vehetett át a Görkönyi Hagyományőrző Egyesület, akik 25 esztendeje dolgoznak a település hagyományainak tovább örökítésén. Díjat kapott a lengyeli óvodai és néprajzi gyűjtemény alapítvány, akik gyűjteményükből önálló múzeumot hoztak létre, mely a helytörténet és az óvodatörténet relikviáit mutatja meg a településre érkezőknek. És a Dunaföldvári Dunatúra Egyesület is, akik kiemelkedő munkát végeztek a város természeti és kulturális értékeinek védelmében. Dunaföldváron elég nagy számú civil egyesület van, és talán most már egyre inkább közös együttműködések is vannak, de természetesen szerintem minden város és településnek fontos, hogy minél több civil tegyen az ő közvetlen környezetéért, és aztán a távlati környezetéért is. Mindig ad egy lendületet nyilván az, hogy valami sikeres volt, és sikerült megvalósítanunk, és látunk esetleg örömöt azoknak az embereknek a szemében, akiknek esetleg ezt felkínáltuk, hogy itt van, megcsináltuk, és élvezzétek, és használjátok. Természetesen, biztosan így van, és azért azt gondolom, hogy a munkánkat 2 évvel ezelőtt egy kis Dunaföldvár kultúrájáért díjjal megtámogatta az önkormányzat, ami szintén egy löket volt számunkra, hogy jót végzünk, és jó fele haladunk, és amellett, hogy elindultunk egy túrázásból, és csak az volt a lényeg, hogy mi jól érezzük magunkat az elején, és együtt tudjunk mozogni. Ahhoz képest most már egy-egy túránkon annyi embert mozgatunk meg, hogy még mi is elcsodálkozunk rajta. A Bazsonyi Arany mecénás díjat ebben az esztendőben Szabó Balázs, az egyik legnagyobb magyarországi kereskedelmi bolthálózat szekszárdi igazgatója vehette el. Sokszor nem a céget képviseltem, saját magamat. De azt gondolom, hogy az embernek ez benne a
sérében. Tehát, hogy nem is gondolkodok, én pont az előbb a kolléganőnek mondtam, hogy én nem mondok nemet senkinek, hanem azt nézem, hogy tudjak segíteni. A Jóisten mindig X-re játszik, és biztos vagyok benne, hogy amit én adok, annak nagyon nagy szüksége van valakinek. És azt én a Jóistentől százszorosan visszakapom, soha nem gondolkodok azon, hogy segítsek vagy ne segítsek. Tolna megye önkormányzata az elmúlt 15 évben 50 közösséget és 15 mecénást ismert el a civilek napi alkalmából megrendezett év Tolna megyei civil szervezete gálán.